Sziasztok! A következő videóban be fogom mutatni az első Forma 1-es játékot, amivel játszottam. Ez a 99-es Forma 1, PlayStation 4-re jelent meg. Nagyon régi már persze. De ez volt az első ilyen tényleg Forma 1-es játék, amivel játszottam. Quick Race. Van Grand Prix is. Menjünk egy sima versenyt. Milyen pályák vannak? Melbourne, Brazil, Imola. Na jó, azt hiszem Melbourne-be megyek, ez a legelső pálya. Na. Most nem megy Schumacherre, Irvine, valami más autót nézzünk. Ó, lefele gombbal lehet vinni csapatokat, de jó. Jó lesz ez kék Sauber, szeretem a kék színt, jó lesz nekem. Időjárás, mint általában szép napos, mi van, AI, easy, mi van még? Lehet-e elősebbre is? Ó, van expert, ó, szerintem jó lesz a hard nekem. Ez majd kiderül, ha esetleg fejbe kell venni őket. Na nézzük, hogy is néz ki ez a játék. De elég játszottam ezzel. Na, Melbourne's Albert Park rightly calls itself a great place for the race. The track circles a lake and passes right through the city park. Oh, hol van belső nézet is? Egész jól ki van dolgozva, amúgy szerintem ez a pálya. Milyen kamera van még? Maradjunk ennél. Hát ez nagyon jól tapad. Én hiszem a Hungaroringen 1-0-5-öt mentem régen, de úgyhogy levágtam az egész pályát. Mele lehetett. Nem büntetett ért a játék, ha jól emlékszem. Ó, a fül az is rendben. Ó, de jó a kanyarodék! Ez, ennek a tapadása, ez ilyen Red Bull X1-es szintű. Egy helikopáter is ott van a levegőben, de jó. Tök szép a grafika. Wow! Ez a tapad rendesen. Nem mondom eleget. Ó, hát ez szerintem egy pól idő lesz. Hibázok az utolsó előtti kanyarba. Ez szerintem pól idő le? Nem tudom, ugyan a gépek mit mennek, de szerintem ez nagyon jó kör. 28-ra. 17-edik. Ez 17-edik idő? Ez 17-edik idő. Jó van, nem baj. Nagy futam a javítunk. Eddie Irvine a pól. Michael Schumacher on row 1. David Coulthard sits in third place. Mika Häkkinen takes fourth place. 24 mennek, az elején 25-26. Ralf Schumacher, Damon Hill. Azt képest nem is voltam olyan messze. Ezzel a 28 felé félre. 1, 2, 3, 4, 5. And it's go! Elrajtol a mezőny! Hoppá! Csongor, de jót rajtolt. Lehet hátra is nézni? Ó, lehet hátra nézni? Majd ez zsír. Ó, oh, de zsír, ez tök jó. Nézzük egy más kamerát, ez. Ki van előttünk, kiszi kell a? Vagy nem? Kifékezem. Ha nem lehet kifékezni. Ó, oh, hát ez jobbak a gépek, itt F1 Challenge-ben, meg elfaktorozva. És belsőjében, oppú, oh, füvön. Le is lassított a ki. Kimentem el. Díz a 12-dik, 11-dik, 10-dik, hoppá! Vannak rendesen kocsonások is. Szerintem visszamegy a kamerához, el. Cikázik előtte, Villeneuve vagy ki. A Ralf Schumacher van előtte. Menjél már! A
very slight impact there. No harm done, it seems. Kívülről, aj, leszorítja a fűre! Schumacher visszajön, hoppá, és most belül Diniz, megvan neki. Azt a mindegy, de visszajön Schumacher. Megcsúszik a kerék. Ez tök jó ez a játék. Mert tényleg versenyeztek el a gépek ellen, nem így, mint F1-ben kifékezed őket 250 méterre. Ki vezet? Irvine vezet? Nyilván Schumacher a második, Coulthard a harmadik. És most már Diniz a negyedik. Azt hiszem ez a hard, ez még kell kicsit gyenge. Pedro Diniz ilyen leggyorsabb kör, hoppá. De az hogy lehet? Hát de biztos, hogy nem az enyém, mert én végére indultam. Tudni nem az enyém a legjobb kör. Nézzük Michael Schumachert! Mögötte Pedro Diniz. Igen, egy slow impact volt. Igen, igen, ütközik el egymással a két autó. Tök jó eszi szárnyom van, ilyen. Túl sok pixelből állnak az autók, tehát. Amúgy szépek tényleg. Ahhoz képest PlayStation 1-es szép. Ami emulálva is van gépe. Nem eredeti PlayStation-en játszok most. Gépe. A programban. Just a small impact there. Irvine és Diniz, de Irvine még egyelőre vezet. Diniz nagyon nagyot versenyzik, élete első versenyén. Igen, a térképen ez a piros a cél van, én meg a zöld izé vagyok. Mint hogy pattanás. Zöld pattanás vagyok. Jön Diniz, kívülre próbálkozik, és körbe autozza azt a mindenit. Gyönyörű előzés. A távoli kamera lehet jó. Távolabbi kamera lehet, hogy jó. Mit az előző? Úristen, hogy kapott ez az autó. Ez valami brutális. Sokkal jobb, mint a Codemaster, pedig nem tudom mely, F1C. Tök jó. Majdnem 300-zal megyek. Jú, 302! Hihetetlen, milyen gyorsak ezek az autók. Jön Irvine, Diniz meg tudja nyerni a versenyt. Ott van az első helyen Diniz. Jön az utolsó kanyar, és Pedro Diniz meg fogja nyerni a futamot Eddie Irvine előtt. De jön Irvine is, a Ferrari gyorsabb, de Diniz nyer Sauberrel. Gyönyörű verseny! Hoppá! Brazil vagyok! Hú, de jó! Irvine, Schumi, Coulthard, Häkkinen, Hill. Nem qualifying, igen! Menjünk versenyre! Diniz az utolsó helyről indul, miután megnyerte a Melbourne-i futamot. Ott az esőgumi az autón. Szép ez az eső amúgy. Elrajtoltak amúgy. Jön Diniz, mit tud csinálni Pedro Diniz? Tartja az utolsó előtti helyet. Jön az orúzs. A mezőny nagyon szoros. Még balesetek is lehetnek, nézzük, lesznek-e. Elég érdekes ez az orrúzs, már nem azért. Mert benne jobban ki volt dolgozva. És Diniz megelőzni, nem tudom kit, mert ilyen kék autóban van, nem láttam én még sosem. Tényleg nem láttam. Itt kell az orra, de jó.
he's trying to outbreak Olivier Panis. Panis van előttem, na, nem is tudtam. Look at that. Igen, look at that, nézzétek azt. Egyébként hiába ilyen nagy a tapadás, ezek az autók elég lassúak, szerintem azért nem olyan gyorsak a köridők. Itt az egyik Ferrari! Ferrari Irvine vagy Schumacher! Nem tudom ki, szerintem Irvine a kékes kapja. Jön a régi sikán. Szépen átdobja az autó kerékvetőn. Pedro Dini, 9. helyen van már. Ó, a kill, aki nem lögi ki, nem elfékezi magát. Egy 47-es kör? Na, az már úgy egész jó. Én második vagyok már? Az hogy? Biztos, hogy elvettem őket egy percet? Na mindegy, ez túl könnyű, nem jó az én. Körülöm az ideális hívet legalább. Ilyen gyengék a legnehezebb nehézségi fokon? Nem viccelj már velem a játék. And that could really blow the race wide open. That looks as though he took a piece of the wall with him. Did you fire him? Egy 42. Na, az már az ikör. Egy 42. Egy 42. F1 Challenge-ben nem megyek annyit. Félkörre van Pedro Diniznek. Hogy megnyerje a Melbourne után a belga futamot is. Kicsit fű, nem baj. Úgy se állt a keréknek. Szépek ezek a felhők. Ja, várjál, most eszembe jutott, hogy 1.42-t mentem. És beraktam esősre a pályát. Tehát esőbe megyek 1.42. Azért az nem lassú. És Pedro Diniz megnyeri a belga futamot! Gyönyörű szépen. Ja, nem szabad megnyomni. Irvine a második, Häkkinen a harmadik, Coulthard a negyedik, Barrichello Hill 6. Na. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!